Köszönjük Puskás Péternek a zenét, és akkor átadom a szót a következő beszélgetésnek. Jó estét kívánok, sziasztok! Ez a beszélgetés, ahogy az előbb Ruzsa is jelezte, a gyerek és a felnőtt irodalom határán levő művekről fog szólni. Azon belül is négy szerző és velük együtt négy kötetük kerül szóba. Ebből hát igazából, hogy melyik gyerekmű és melyik nem, az erről is beszélünk majd. De először is bemutatnám a beszélgetésben résztvevőket. Mellettem ő Sein Gábor, akinek az Iriám és Jónébe című kötetéről beszélünk. Horváth Viktornak a Diótörőjéről lesz szó. Karafiát Orsolyának a Macska Démon című, hát egyelőre musical formájában ismerhető darabjáról. És Szíj Ferencnek a 2001-ben megjelent Szuromberek királyfi című meseregény vagy regényéről fogunk beszélgetni. Az első kérdésem az rögtön, hát ezt a kategóriát, vagy egyáltalán ezt a műfajt kérdőjelezné meg, és amikor így megjelentek ezek a, vagy illetve amikor ezt a témát megkaptam Zsuzsától, hogy ezekről a regényekről lesz szó, vagy könyvekről, akkor ő hát azt mondta, hogy ezeket a műveket igazából nem egyértelműen mesének tekintetjük, vagy többüknél egyáltalán ez kérdéses, hogy meséről vagy gyerekirodalomról beszélhetünk-e. Az lenne a kérdésem, hogy ti magatok, hogy látjátok, hogy ezek a művek, amik itt szóba fognak kerülni, ezek kötődnek-e, vagy milyen módon kötődnek a gyerekirodalomhoz szerintetek, és egyetem mesének látjátok-e ezeket a műveket? Jó napot kívánok mindenkinek! Én az Iriám és Jónébéről úgy magamnak ebből a szempontból, hogy ezt most a meseirodalomhoz sorolom el, egyáltalán, tehát nem gondolkodtam se a megírásakor, ami nagyon hosszú idő volt szünettel, sem pedig utána. De viszont magamban meg mesének gondolom, ha az volna a mese, de ez nem tudom mi a mese, de hogyha az volna a mese, hogy valaki mond egy történetet egy bizonyos nyelven, és hogy semmi más nincsen, csak ez az egyéolvadás a hallgatóval és a hallgató és a beszélő között ebben a történetmondásban. Ezt tudom, hogy egy használhatatlan kategória, és nem is akarok mert semmit se csinálni, de így én mindig azt gondoltam. Tehát amikor próbáltam, meg írtam, és hangosan írtam, akkor ezt így mesélésnek gondoltam, de nincsenek értelmes reflexióim a dologról. Viktor? Én mindig ugyanoda jutok ilyenkor, hogy ez egy fiatal jelenség, szóval egyáltalán a gyerekirodalom 200 éves, vagy valami ilyesmi 150-200 éve elkülönült jelenség, és hogy jó ez nekünk, hogy ezt így megcsináltuk, vagy megcsinálta magának a nyugati kultúra. Az én alapanyagom Hoffmann volt, a Diótörő és Egér királya. Ő, a szerző nem hitte volna, hogy ezeket meseként fogják árulni egy idő után. De a korban a kritikában már ez felmerült, illetve a recepcióban. Hát most ez talán mese, de nem vagyok benne biztos, hogy gyerekirodalom, főleg a képek és a szöveg egymásra hatásának az eredményeként nem biztos, hogy gyerekirodalom. Másrészt pedig a gyerek az olyan lesz, aminek kitesszük. Hát épp úgy, ahogy ha egy gyerek olyan nyelvi környezetben nő fel, ahol négy nyelvet beszélnek körülött, akkor a gyerek négy nyelvű lesz. Ha öt, akkor öt nyelvű lesz. És hogyha a gyerek 500 éve úgy nőtt fel, hogy otthon a családban látta a születést, a halált, a gyereknemzést, amikor rajta ütöttek a faluján a rokonaiak a kibelezését, illetve a bosszút, és ilyen körülmények között nőtt fel, akkor számára ez volt természetes. És az a közeg nem tekintette lelkisérültnek azt a gyereket, aki ilyen kondíciókkal vált felnőtté.
ez nagyjából normális volt, mondjuk 500 éve. Tehát ha oda akarok kiukadni, hogyha a gyerekünknek ilyen mesék, olyan, akármilyen meséket mesélünk, akkor az a gyerek az olyan lesz, amit kinevezünk gyerekirodalomnak, az a gyerekirodalom, vagy ha nincs gyerekirodalom, akkor mi van? Igazából itt a te kategóriádra lennék kíváncsi, hogy te magad mesének érezted-e a Diótörőt, amikor írtad, vagy mást gondoltál? Hát nem gondolkodtam rajta. Én nagyon szerettem Hoffmant. Azt hiszem, hogy ő regénynek írta, szerintem ő sem gondolkodott rajta. Hát mesének olyan, tehát egyrészt épp úgy horror, mint ahogy a népmesék, meg a műmesék fizikailag. Ráadásul még Hoffman egy szörnyű pszichohorror is, ami újdonság a műfaj történetében. Hát épp pedig egy felnőttnek is szerintem. A macska démon igazából számomra a kakukktojás valamilyen módon, mert ott aztán végképp nem éreztem ezt a legalábbis amígy a musical forgatókönyvet, vagy hát így ezt a általad átküldött változatát olvastam. Ott ez a gyerekszál, vagy ez a mesevonal, ez igazából ott nem volt annyira jelen, vagy ott volt a legkevésbé jelen számomra, viszont az alapja az egy ilyen mesei motívum, egy ilyen tibeti történet a macska démonról, és te magad is mondtad ezt egy interjúban, hogy ezt eredetileg mesének szántad a történetet. Tehát a megvalósult musicalt aztán végül mesének érzed-e? Az a furcsa, hogy abszolút, de mondom, mesének is szántam, szerintem mese is lett. Most attól, hogy nem szerepelnek benne gyerekek, én nem nagyon bírom alapvetően a gyerekeket. Tehát nem tudtam velük mit kezdeni az alapszinopszisban. A két főszereplő, egy kislány és egy kisfiú lett volna a lelkileg deformált főhőseim gyermekei, de annyira nem illettek bele, meg annyira nem tudtam működtetni a gyereki beszédmódot, meg a nekik írt dalok is teljesen falsak lettek, hogy azt gondoltam, hogy jó, hát akkor tegyük ki a gyerekeket, viszont attól még a mese szerintem mese marad. Tehát a valóságban nincsenek alakváltó démonok, vagy nem úgy vannak, tehát nem reálisan, hogy bejön a fekete macskád és átváltozik indiai jógivá, vagy svéd szomszédasszonyjá. Tehát pont ezek miatt a mesei elemek miatt gondolom azt, hogy ez egy mese, sőt, hát hogyha tovább akarnék menni, én az én aranyos, gyönyörű macskadémonomat egy tanmesének tartom, amiből okulni is lehet, felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt, de talán gyerekeknek tanulságosabb lehet. És én eleinte féltem, hogy például pont az a korosztály, jó, mondjuk nem az ilyen sírósokra gondolok, akit most így hallunk bent, hanem aki már olyan 7-8 éves gyerek, aki már gondolkodik, ilyesmi, az már fogja és veszi. Nem minden humort, mert mondjuk egy gyerek nem tud pont a depresszióval, meg ilyesmikkel mit kezdeni, de pont, hogy szerintem egy gyereknek kell ezzel valamit kezdenie. Pont most, erről már biztos sokszor volt szó a két nap alatt, volt egy nagyon szimpatikus interjú most a Narancsban a Böszörményi Gyulával, és ő is azt mondta, hogy igen, anyuka szeduxenszed, apuka nőzik, a gyerek ezt látja, tehát ehhez valahogy viszonyulni kell, és én pont ezeket a viszonyokat akartam egy mesei környezetbe beletenni. A Szuromberek Királyfival mi a helyzet ilyen tére? Hát én úgy mondanám, hogy egyrészt nem a határán van, hanem belül van a mesén, csak így bizonyos dolgokban így kifelé mutat, tehát így belülről kifelé, tehát van benne olyan nyersanyaga, amit egy gyerek nem érthet, hanem azt el kell neki magyarázni, vagy nem is kell neki érteni. A más szempontból viszont lehet, hogy mégis csak a határán van, mert egy kicsit azért így cáfolja a hagyományos mese narrációt, hogy például ugye vannak ezek a mellékszereplők, és ezek így tulajdonképpen eluralkodnak
történeten, és az egész tulajdonképpen arról szól, hogy ezek a mellékszereplők, ezek hogyan húzzák vissza a főszereplőt, és hogyan akadályozzák meg abban, hogy lendületesen legyen ő ilyen mesehős. Te említetted ezt a, tehát egy ilyen műfaji játékot, vagy hogy ezeket a különböző meséhez köthető karaktereket, szimbólumokat, és igazából a többieknél is ezt éreztem, hogy tehát sokszor igazából ezekkel a határokkal játszanak a történetek, mondjuk Sejt Gábornál így az eposz, meg a teremtés mítosz, ami előkerül, és valahogy más értelmezést kap. A Diótörőnél is hát maga a Hoffmann alapmű, és az Orsinál is ez a tibeti mese az, ami igazából így valami deformálódáson megy keresztül. És ezért így inkább azt gondolom, hogy most így személyesen feltennék így egy-egy kérdést, aztán majd mindenki hozzáteheti, ami eszébe jut. Úgyhogy itt Gáborral kezdeném, te lenni az első, akit megszólítok. Itt az Iriám és Jonibe kapcsán ugye három történetet fűztél egybe, mind a háromnak ez a két főhős, az Iriám és a Jonibe a szereplője. És igazából egy ilyen Kalevalát is idéző, meg a zsidó hagyományba is ágyazható történet kerül elő, ahol születés, halál és egy szerelem története is, vagy több szerelem története is előkerül. Az lenne az első kérdésem, hogy te hogyan bántál a hagyománnyal? Tehát akartad-e azt, hogy egy jól felismerhető hagyomány szólaljon meg itt a mesében, vagy történetben, vagy pedig egy sajátot akartál létrehozni? Nem akartam semmi ilyesmit létrehozni, hanem az első, tehát három részből áll, ahogy említetted, és az első résznek a megszületési pillanat az eléggé sajátos volt, és tulajdonképpen ez magyaráz mindent, hogy ugyanis ez azon az első rész az azon az éjszakán íródott, amikor arra vártunk, hogy másnap majd a feleségemmel bemegyünk a kórházba, hát én csak kísérőként, ő viszont nem egyedül, hanem hogy arra vártunk, hogy megszületik a fiunk, és akkor én nem tudtam aludni, és megszólalt egy nyelv, és az a nyelv hol rántott magával mindenfélét, amit én nem akartam, tehát semmiféle kalkuláció nem volt ebben, hanem azt gondolom, hogy valahonnan nagyon mélyről szólalt meg ez a nyelv, amelyikben tulajdonképpen hát ebben az áttételben a kettőnk történetét mondtam el, meg azt, hogy mi lesz szerintem azzal a gyerekkel, aki majd most meg fog születni, és ugye itt a hal királynő és a madár király történetéről van szó, és a gyerek, amikor megszületik, akkor abban a pillanatban szabad lényként születik meg, félig madár, félig hal, és elrepül, nem maradott a szüleivel, akik így újra kettesben maradnak. Tehát a nyelv rántott magával mindenféle hagyományt, amelyben a mi történetünk elmondható volt abban a rendkívüli pillanatban. Ez volt az első rész, és a továbbiak ezen a nyelven tovább íródott tulajdonképpen megint csak tehát a kettőnk kapcsolatának a története. Szóval nem akartam én semmit se. A gyerekeknek végképp nem akartam semmit. Mint ahogy egyébként azért ehhez hozzátartozik, hogy az első, tehát a háromból két mese az egy felnőtt verses kötetben jelent meg először, és a miközben én mindig gondoltam, hogy ezt egy gyerekkönyvként is el lehetne gondolni, és talán az volna, lehet, hogy az igazi helye, nem tudom, és akkor később született egy harmadik rész, amely itt másodikként van a sorban, és találták meg a szövegek Rufus King a rajzait, vagy festményeit, és ezzel vált igazából hát a gyerekek kezébe is adható könyvé.
Éppen az illusztráció lett volna a következő kérdésem, hogy hogyan találta meg a szöveg az illusztrátorát, illetve hogy milyennek a története, mert igazából a két, tehát az illusztráció meg a szöveg kiegészíti egymást, de valahol értelmezik is egymást, tehát nem tudom, hogy melyik volt előbb, de ezek szerint. Ez pedig egy következő elég fantasztikus történet, hogy a szöveget először odaadtam Sándor Csillának, hogy de amikor én már régen azt gondoltam, hogy egyszer jó volna gyerekkönyvet csinálni ebből, de soha semmilyen lépést nem tettem ennek érdekében, és akkor neki odaadtam, aki a Csoda Ceruza című kiadót vezeti, és neki tetszett, és ő keresett hozzá illusztrátort. Először nem tudom, kit választott, de ő nem vállalta el, és utána a második gondolata az Rófusz Kinga volt, aki viszont addig nem illusztrált könyveket, hanem rajzfilmeket készített, kézzel rajzolva, és ő, neki ez megtetszett, és az volt a különös, hogy utána később megmutatta egy rajzfilmjét, amelyik annélkül, hogy ismertük volna egymást, tökéletesen ugyan, tehát nagyon-nagyon szinte ugyanaz volt, mint amit én egy másik mesében csináltam. Tehát két ember, akik nem ismerték egymást, nagyon-nagyon, tudtukon kívül nagyon közel voltak egymáshoz. És akkor innentől kezdve nem volt kérdés, hogy amit ő csinálni fog. Én nem mondtam neki semmit, hogy hogyan illusztrálja, tehát azt gondoltam, tehát hogy amit ő csinál, az biztos, hogy jó lesz. És azóta is, hát ezt mondhatom, mert tehát hogy szerelmes vagyok a rajzaiban, szerintem, tehát csodaszép az, amit csinált. Akkor a diótörő kapcsán tenném fel ugyanazt a kérdést, hogy egyrészt hogy talált erre, vagy miért pont a diótörőt akartad újra feldolgozni, ami igazából egy, hát tulajdonképpen agyonrágott történetnek is mondható, mondjuk, hogyha azt a részét nézzük, amit a gyerekek ismernek belőle, ami legtöbbször persze nem is az a Hoffmann mű, amit lehet olvasni. Milyen történetnek? Nem értettem. Tessék? Nem értettem. Milyen történetnek mondható? Hogy a diótörőt azt hogyan találtad meg, vagy miért volt neked fontos, hogy pont azt dolgozd Igen, fel? Csak hogy valamit mondtál róla, hogy valamilyen történetnek mondható. Egy szót ja, nem hogy értettem. Agyonrágott. Ja, igen. Ja, ez igaz, hát hatalmas nagy a feldolgozottsága, főleg a 19. bár már nem akkora, mint a 19. században volt, mert Csajkovszki úgy csinálta meg a balettot a zenével rá, hogy csak utalt a regényre egy-két ilyen mozzanattal, aztán az előadás terjedelmének a 80-90%-át már csak az önfelett tánc meg a zene tölti ki. Hát, tehát ebből arra következtetünk, hogy olyan fokon volt benne az akkori ilyen köztudatban, a sensus communisban ez a regény, hogy nem kellett, mindenki tudta. Ja, általában lehet, hogy nem ide tartozik, ez általában nem az én döntésem volt, hanem így kérték, csak aztán visszalépett az, aki megrendelte. Mi nem volt a te döntésed? Bocsánat. A rátalálás. Hát az Operaház marketing menedzsere a barátom volt, és aztán mégse kellett, mire megírtam, és akkor lett egy diótöröm. És ez magyarázza a verses formát, vagy azt... Nem, nekik prózában jó lett volna, de ugye ezt nem tudom megcsinálni. Szóval annyira hatás alatt voltam mindig is a Hoffmann nyelvének, illetve hát én nem olvastam németül az egész művet eredetiben, egy részét igen, nem tudok annyira jó németül, főleg ez egy 19. század elején nyelv. Viszont van egy 1930-as fordítás a Sárközi Györgyé, máig ez van, tehát csak kisebb igazításokat tettek rajta. Máig ez az egyetlen és a legjobb fordítás, és ez annyira jó, és annyira eltalálja azt a borzalom és nosztalgia közt lebegő hangulatot, hogy ezen én csak ronthattam volna, ha egy ilyen zanzásított valamit írok belőle, és ez húzott ki a csávából a vers. Ja, ez volt a kérdés, ugye? Igen, az eredeti történethez képest annyit változtattál a te diótörődön, hogy kimaradt belőle a
Pirlipát hercegnő, tehát hogy ugye az a figura itt már maga a diótörő, illetve te máshova tetted egy kicsit a hangsúlyokat, tehát hogyha mondjuk, bár nem tudom, tehát ebben kapcsolatban is olvastam olyan kritikát, vagy olyan beszélgetés is volt veled, amiben azt mondtad, hogy a horror dominál. Nem tudom, lehet, hogy én már valahogy máson edződtem, én igazából nem éreztem annyira horrorisztikusnak, mint az eredeti diótörőt, ezt a változatot, és sokkal hangsúlyosabbnak éreztem az utazás motivumát, tehát ahogy például a Krakatuk dióért utazgatnak, és akkor ez jobban részleteződik itt ebben a könyvben. És azt is mondtad, hogy maga a diótörőd az átlépésről szól. Ezt hogy értetted? Tehát honnan, hova átlépés? Ja, ez összefügg azzal, amit a horrorról gondoltam. Ez már nem annyira fizikai horror, némi vér folyik benne, amikor küzdenek. Valójában ez az átlépés a horror, és szerintem ez a tétje minden, talán mindennek, ami művészet. Hát amióta így tudatra ébredt az emberiség, így megkettőződik, illetve sokszorozódik a világa az idősíkokkal és a világ különféle síkjaival és terrénumaival, és azon dolgozik, vagy azt próbálja modellezni a művészet az én elképzelésem szerint, hogy lehet visszajutni. Hát, hogy igen, lehet össze? Ezt akartam igen, én igen, kérdezni, tehát hogy lehet a kettőt egyesíteni, és minél ősibb időkben vagyunk, annál természetesebb az átjárás. Az indián az áthajózhatott, ahol az ég találkozik a vízzel, ott áthajózhatott a nagy manitúhoz meg vissza, anélkül, hogy meghalt volna. Aztán, ahogy telt az idő, és egyre absztraktabbak lettek a vallások, úgy egyre keményebb és áthatolhatatlanabb lett ez a határ. Na és ezen dolgozunk. Szóval minden művészetileg valahol ezen dolgozik, hogy lehetjük viselni magunkat, meg a körülöttünk levő világot, úgy, hogy ad valami mozgást a kettő között, és itt ez baromira erről szól szerintem a Hoffman regény is. És bizony kétséges, hogy átmehetünk és visszajöhetünk úgy, hogy épek maradt, tehát hogy nem halunk meg, vagy hogy nem örülünk meg. Tehát, hogy vissza akarsz eljönni, mert ugye ez is kérdés itt a diótörőnél, hogy majd leragadhatna a különböző történetekben, mert maradhatna a diótörő felesége, vagy nem tudom, tehát ez igen, a Marika igen, nevű főhős. Igen, tehát amikor a Marika nevű főhős végül boldogan egybe kell azzal a figurával, aki a meséből jött át hozzá, hát a bábú volt, játék volt, és mint játék ilyen mese akcióknak a része, meg a keresztapja amúgy is adja neki hozzá a mesét. Tehát amikor a meséből átjön, és ők boldogan egybe kelnek, a 9 éves lánya, akkor ez a boldog egybekelés, az átjutás, az bizony nem tudjuk eldönteni, Hoffmannál se tudjuk eldönteni, hogy most akkor a kislány meghalt, vagy megőrült. A kettő közül valamelyik, vagy nem tudom. Szerintem a kettő közül valamelyik. Tehát megtörtént az átjutás, de nem tudjuk, hogy milyen áron. Köszönöm. Mielőtt a macska démonról beszélgetnénk, azt szeretném kérni, hogy egy részletet hozott az Orsi DVD-n, akkor ezt megnéznénk. Igen, csak mielőtt elindítanánk, hadd mondjak arról pár szót, mert így lehet, hogy totálisan érthetetlen lesz. Azt kérték a szervezők, hogy egy ilyen 2 perces részt válogassak, de én nem találtam csak egy 3 perc 10 másodperceset, és ez az egyetlen rész volt, amit ki tudtam emelni, ez egy dal egybe, és ez... Annyit kell csak tudni, hogy a két szereplő az egyik depressziós fiatal író, aki énekel, a másik pedig egy Orsi nevű szomorkás szingli, aki pszichológus. Tehát ez csak fontos lesz a dal kapcsán. Kicsit rossz a minőség, mert színházba vették föl és rosszul szól, de ha már lehet hallani, az számomra csodálatos. És ott a lámpád? Ja, igen. Hiszeg a tudat alatt, mi mozog a tudat felett? Hiszeg mozog, fickándozik, a rossz kedvetette gyerek nincsen. Oka eredője, de is lehetsz egy-kettő. Gyere, 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 te is, hagyd el magad.
A végén összejönnek. Mit mondtál? Összejönnek. Na akkor szerintem a történetet össze is foglalhatnánk röviden. Tehát egyrészt ugye a macskadémon Mondáról már beszéltünk, de nem mondtuk el, hogy miről szól. Megkérhetnélek, hogy így röviden foglald össze. Egyébként közben itt mindenki elmesélt, hogy hogyan jutott az ötletre, és én egyébként elég vicces módon találtam meg a macskadémont, mert azt, aki ismer, az tudja, hogy én eléggé árérzékeny vagyok, tehát így mindent próbálok kedvezményesen megvásárolni, és ugye az ilyen internetes keresőkön mindig be kell ütni, hogy miket keresünk, és amit nem akarunk, azt odarakjuk mínuszjellel. És akkor gondoltam, a Google-be is kipróbálom, éppen ezüstből kerestem a Fekete Macska című versemhez egy ezüst kollekciót, és akkor beírtam, hogy ezüst macska mínusz tibeti. De hát a Google nem vette be, hogy mínusz tibeti, ezért kihozta a macska tibeti találatokat, és ott találtam rá a macska démonra. Ami sztori eléggé sötét, tehát nem olyan, mint nálam, hanem arról szól, hogyha egy házba macskadémon telepedik, akkor szerelmes lesz a ház úrnőjébe, és mindent elkövet azért, hogy az ő szerelmét megkapja, de nem ilyen kispályás módon, mint nálam, hogy ármánykodik 30 évig, hanem tényleg betegségeket hoz, fertőzéseket, csonkolást, háztartási baleseteket, leprát, tehát hogy mindent. És végül addig pusztít ott abban a házban, amíg az úrnő egyedül marad, és ha még akkor se nyerte meg a szerelmét, akkor elpusztítja a nőt is. És általában ez a vége, tehát hogy ezért nem tud a macskadémon megnyugodni, mert soha nem lesz belé szerelmes senki, és akkor mindig megy tovább egy másik házba, és viszi tovább a rontást. Tehát ennyi volt az alaptörténet, de nálam természetesen pont a mese miatt a macskának is jó lesz. Tehát az alapvető tibeti mondában nincs az, amit mi kitaláltunk a végén, hogy akkor jótékony házi szellem lesz belőle, ha sikerül egy csókot kapnia egy élő asszonytól. Itt megkapja a csókot, és nagyon boldog lesz mindenki. Én ilyen irodalmi macskákkal kötném ezt a macskadémont össze. Egyrészt a musical jelleg miatt nyilván a macskák is eszembe jutott, másrészt a Pincér Frakk utcai cicák,
harmadrészt pedig, harmadrészt egy harmadik macska, ami most nem jut eszembe, de tehát igazából a macskának azt a karakterét játssza ez a musical is el, hogy van egy ilyen felnőtt gyerek közötti átmeneti lény, tehát egy olyan, aki ide is beszél, meg oda is hízeleg is, meg is téveszti őket, és valahogy manipulálja ezt a nem tudom hány főhőst, aki ott egy ház lakóközössége. Neked egyébként milyen, tehát hogy miért pont a macskához, mármint a macskadémonon túl, miért kötődtél ehhez a figurához? Ja, hát én imádom a macskákat, de igazság szerint ezek a macskás mesék, azok rám is hatással voltak, és pont egyszer Németországban találtam egy ilyen albumot, az folyamatosan kim van a hálószobámban, csak annyi a cím, hogy Katzen, és ilyen borzalmas, nagyon csúnya macskákról szól, és ilyen iszonyúan el vannak rajzolva, mindegyik fekete macska, és mindegyik nagyon gonosz. Az mondjuk voltak éppen engem csak ez inspirált, de hát nekem is van macskám, és hát az én életemet is eléggé megkeserítette, ugye a macskaszőr, mindig van, aki eteti, amikor elutazom, szóval, hogy nagyon sok gondot okoz egy macska, de hát közben meg ugye fantasztikus lények, és nekem egy ideje már van ez a macska trippem, tehát a zenekaromnak is az a neve, hogy a fekete macska, szerintem én is hasonlítok egy kicsit egy fekete macskára. Egyébként ezt akartam kérdezni, hogyha így meg kéne keresni azt a szereplőt, aki itt a darabban te vagy, akkor ki lenne, mert igazából mindegyiket lehetne hozzád is kötni, de talán a... Mindegyik én vagyok, tehát depressziós vagyok és újságíró, Orsi vagyok, akinek súly problémái vannak néha, akkor a öreg asszony, akinek pénzkomplexusa van, és ugye az öreg ember is, aki meg iszik, de aztán jó útra tér. Tehát hogy voltak éppen mindegyik én vagyok, de és a macskadémon is én vagyok. Én elég intrikus személyiség vagyok, csak az a problémám, hogy még tehát a kis intrikáimat is elnevetem. Régebben így gondoltam magamra, hogy jó, de bosszú osztó. De ez se sikerült, ez volt így a mottom, de ez se sikerült jól, mert inkább voltam jó vagy jó bosszú osztó. Tehát ez egy kicsit bonyolult, de hogy a macskadémon figurájában is magamat véltem felfedezni. Amellett, hogy macskás történet, ez egy ilyen tipikusan városi történet is, sőt, talán Budapesthez, vagy Budához, vagy nem tudom, egy ilyen kertvárosi közeghez kötődik. És szóval nem tudom, hogy ezt akkor ezek szerint te is szándékosan belevitted ezt a topográfiát ebbe a történetbe. Tehát... Igen, de a helyszín voltak éppen szerintem lényegtelen. Tehát, hogy ez... Hát... Jó, hát annyira nem. De hogy igen, Budán élek egy társasházban. Azért gondolom, hogy nem teljesen lényegtelen, mert igazából ezek a figurák azért eléggé jellemzőek arra, mit tudom én, arra a közegre, amit háttérként jelöltél meg. Tehát ez a pszichológus nőtől a... Ez olyan furcsa kérdés, mert én ilyenkor szembesülök mindig azzal, hogy nem látok túl a magam világán. Tehát amikor írtam, akkor ez nekem egy általános érvényű, jó, mondjuk a tanulságok azok is, de hogy valahogy ilyenkor azt képzelem, hogy nyilván mindenki így él, ilyen szomszédai vannak, ilyen, és akkor ebben, tehát a saját világomba elhelyezkedve tudom ezeket csinálni, de egyből kívülről elgondolkodva tényleg nem mindenki él így, de szerintem azok a gyerekek is örömmel fogják nézni ezt a művet, akik nem ott élnek. Hát lehet, hogy nem mindenki így él, de Szíj Ferenccel kapcsolatban nekem eszembe jutott, hogy ő is hasonlóan Budapesten él, már mint a szuromberek kapcsán. Egyrészt itt a neve kapcsán vetődött az fel bennem, meg hát másokban is, hogy annyira jellemzőek a történetre a nevek, meg annyira azok az első ilyen benyomásaink a történetről, hogy akár nem tudom, nekem valamiért egy ilyen lakónévsor ugrott be róluk, de úgy egyáltalán az egész egy lakónévsor, vagy nem tudom, tehát egy háznak a névsora, és így egyrészt ezen a kérdésem különben, hogy honnan származnak ezek a nevek, amik valahogy így akár a Lázár Ervinhez is kötik a történetet, másrészt meg az, hogy így ez is városi története, jól érzem. Hát nem tudom megmagyarázni, hogy honnan vannak a nevek, csak próbáltam ilyen érdekes vagy vicces neveket kitalálni, de nem tudom őket így igazából kötni, azt hiszem semmelyiket. Hogy városi, hát azt se tudom. De tényleg egy ilyen, annyiban egy lakónévsor, hogy hát így az emberi esendőségnek egy ilyen, hogy mondják ezt,
panorámája vagy lakónépsora vonul fel. És ugye épp ez volt a kérdés, hogy tudok-e úgy elmesélni egy történetet, hogy ilyen antihősök vannak, vagy ilyen esendő emberek szerepelnek az igazi mesehősök helyett, de hogy úgy elmesélni, hogy az mégis érdekes legyen, vagy mégis lekösse a gyerek figyelmét, és akkor itt egyedül az én gyerekem volt akkor így a szemem előtt, tehát úgy azt próbáltam belőni a többi gyerekről, így fogalmam sem volt, hogy az mi. De lehet, hogy még a saját gyerekemet se sikerült jól belőni, de mindesetre ez volt a kérdés, hogy ezt meg tudom-e csinálni. Itt a Roskó Gábor illusztrációi miatt is valahogy az társul ehhez a regényhez, hogy a felnőtt olvasóknak is kiszól, mert van benne valami olyan kritikai, vagy nem tudom, tehát így a világunk, vagy a saját társadalmunknak a képe, ami mondjuk a Roskónak az ízben is megjelent, tehát ilyen állatos rajzaihoz kötődik, és itt is ezek a figurák, amik igazából a történetet illusztrálják, de valahogy kibeszélnek a felnőtt olvasóhoz. Mennyire volt mondjuk ez szándékos, hogy a felnőtt világ is belekerül a történetbe, vagy nem? Hát a felnőtt olvasó az megint csak annyiban, hogy én ne unjam, amíg írom. Vagy hogy szóval nekem is érdekes legyen így megírni, meg egy ugyanolyan felnőtt olvasónak, mint én vagyok, annak elolvasni. A másik része a dolognak az, hogy olyan tapasztalatokat átadni, amiket én tudok, vagy az, tehát abból a világból így fölvillantani valamit, amiben én fölnőttem, amikor én voltam gyerek, vagy amiről azt gondolom, hogy arról úgy valamennyire tudnia kell az én gyerekemnek. És úgy tulajdonképpen ezek közül is a legfontosabb az, hogy van ez a zsarnokság, meg van a szabadság is, hogy tulajdonképpen ez van súlykolva, hogy ez két különböző dolog, és hogy a zsarnokság az egy ilyen ronda dolog, a szabadság, a demokrácia, amikor mindenki így össze-vissza beszélhet, az meg egy ilyen aranyos dolog, az egy jó. Ha már ezt így felvetetted, akkor így a többiekkel kapcsolatban is így ez felmerült bennem, hogy amikor, tehát hogyha az ember egy ilyen gyerekeknek szóló történetet ír, akkor gondolom, hogy így el kell határoznia azt, hogy ő maga visszamegy a saját gyerekkorába, a saját gyerekkorá, vagy a saját gyerekéhez beszél felnőttként, vagy felnőttként beszél más gyerekekhez. Nektek hogy volt ez a narrátori pozíciónak a megválasztása, tehát volt-e bennetek ilyen, hogy most visszanyúltak a saját élményekhez, vagy felnőttek maradtok történetmesélés közben? Nekem ezt így nem kellett ezt a kérdést feltennem, mert az a nyelv, amely elkezdett íródni, az, ahogy említetted, van köze ilyen mítoszokhoz, tehát kortalan. A könyv hátoldalára ezért az íródott, azt hiszem, hogy 6-tól 99 éves korig, ami lényegében a kortalanságot jelöli. És de van ilyen egyébként szerinted, hogy 6-tól 99 nem, éves hát épp korig? Nem, ilyen nyilvánvalóan nincsen, és mégis van, tehát a tapasztalatom az éppen ezzel a szöveggel, hogy tényleg működik olyan kisgyerekeknél, akik fogalmilag biztos, hogy sok mindent nem értenek a
szövegből, de mások is mondták, amikor mesélték, hogy újra kérték, tehát működött a szöveg, és gondolom ennek a nyelv, a ritmus lehet az alapja, meg az se baj, hogyha sok olyasmi van egy szövegben, amit a gyerek nem tud, hogy micsoda, de érdekes számára, és szeretné tudni, hogy mi volna az, és a felnőtt meg nyilván másképpen olvassa, az irodalmára az persze bizonyos fajta kulturális emlékeihez is köti. Tehát itt ebben az esetben ez elég speciális volt, hogy a nyelv az annyira, ami tehát megszólalt, az annyira erős volt, hogy nem kellett ezt feltennem, ezt a kérdést, hogy most ez kinek és hogyan. És Viktor, benned volt ilyen tanító szándék? Mert néha úgy tűnik, hogy kikacsint egy ilyen felnőtt a diótörőből, amikor azt mondja, hogy nem tudom én, ne egyetek annyi csokit, mert rossz lesz a fogatoknak, meg a narancslé, meg a nem tudom. Szerintem az inkább egy ilyen vicc, vagy a kikacsintás maga is, ez az átlépéses gesztus. Tehát ahogy átlépnek a hősök a határon, úgy az is egy ilyen, az még egy keményebb határ, hogy az apuka vagy anyuka, aki olvassa, meg a gyerek, az egy világban, egy univerzumban vannak, és ami a fedőlapok között van, az egy másik univerzum, illetve ami a betűkben van, a papíron, papírban. Ja, hát ez a kikacsintás, ez inkább egy ilyen gesztus szerintem. Egy ilyen keretmódosító gesztus. Az véletlen lehet, hogy tényleg hasznosan nem eszünk annyi csokit, meg... Ja, nem volt ilyen szándékom. Én mániákusan híve vagyok a mű önelvűségének. Azt hiszem. Én eleinte egyáltalán nem gondolkodtam, hanem csak abból tudtam kiindulni, hogy én miket szerettem. Tehát azokat vettem végig, amiket én olyan 8 éves korom körül szerettem. Én akkor már vezettem naplót, tehát hogy így nagyjából tudtam, hogy mik azok, és én szerettem a felnőttes dolgokat. Tehát olyat akartam, amit hogyha mondjuk egy gyerek vesz kézbe, akkor az felnőttesnek tűnjön, ha meg egy felnőtt, mert hát azért én nagyon kedvelem a felnőtteket, jobban, mint a gyerekeket, azok meg tudjanak egy picit így visszamenni, és a mesébe belehelyezkedve létezni. És hát nyilván nekem csak annyi volt a fontos, hogy ne legyen nagyon brutális a történet, mert azt én gyerekként nem nagyon szerettem, de azért mégis érintsem valami olyasmit a felnőtt világból, ami érdekes lehet. Tehát, hogy például egy alkoholista, az mindig érdekes egy gyereknek. Tehát én nagyon szerettem a részeg bácsikat, vagy néztem a folyosón a nőket, a Kodály körönnél laktunk, és akkor nagyon érdekelt, hogy mi járhat egy ilyen felcicamázott néni agyában. És hogyha egy ilyen darabba ezt így akkor láthattam volna, egész másmilyen felnőtt lett volna belőlem, ezt gondolom. De visszatérve még mondjuk az illusztrációkra, meg a formára, tehát jövő ilyen tájt, ha minden igaz, fog megjelenni ugye a Macskadémonnak a gyerekkönyv változata, Filó Vera fogja illusztrálni, és abban már egy kicsit több mesés elem lesz, tehát mivel hogy verses mese lesz, hasonló, mint a diótörő, én egyébként nagyon kedvelem itt az összes jelenlevő könyvét, de a Viktorét az különösen. Külön kell, azt hiszem, hogy majd taglalni. Ja, jó. Nem, csak hogy ez a hasonló forma lenne, tehát hogy a ríma ritmus, a meseforma az majd viszi előre a dolgot, de a mesélő pozíciója az egy teljesen... Nem tudom, azért itt egy kicsit, nem tudom, bocsánat, belét kötnék, mert azt mondod, hogy nincs benne horror, meg hogy szerettél volna nem tudom milyen mesét olvasni, de azért egy ilyen részletet szeretnék felolvasni, amit nem tudom, hogy melyik szereplő mond. Nem is derűs látvány a szétégett hús, a kimerett tekintet, a görcsbe rándult végtagok, de mondok jobbat. Éjjel széttörnek a csövek, mindegyik egyszerre, és hopp, már kész is a fulladás. Erre mondják a köreinkben, arra ébred, hogy nem ébred fel, ha-ha-ha. De ez még semmi. Leszakad a redőny, lecsapja a készfejet, súgy. Úgy nehéz lesz főzni. Apropó főzés. Gáz szökik, alattomosan, magácska bekékül és kampó. Láttam egész családokat kipusztulni. A kisgyerekek feküdtek a padlón, mint a lecsapott tegyek, stb.
Ez végül is tényleg nem horror. Ja, hát ilyenek jó vannak benne, meg hát a legdurva, amikor azt olvastad, amikor belepetézik a, igen, igen, a legyek az arcba, az a... igen, bogár rágta hús. Hát jó, hát ilyenek vannak, de azért ezek nem annyira borzalmasak. Ez egy pont belefér. Mondjuk én pont gyerekként szembesültem azzal, volt egy napközis tanárunk, akinek tényleg volt egy seb az arcában, amiben bogár ült. És ez bennem annyira megmaradt, hogy azért lettek ezek a részek. Tehát ezekkel a gyerek mindig szembesül bogárral az arcban, meg fura dolgokkal. Nem? Éppként épp ezt a kettősséget éreztem, hogy tehát azt gondolom, hogy nálad pont valahogy együttműködik a kettő. Tehát egyrészt egy gyereknek a félelmei, vagy gyereknek a világa, de egy felnőtt, vagy több felnőtt szájával mondva, tehát valahogy egy macska démon beszél ilyen az egészet. Ha már a Viktor féle könyvnek az illusztrációit mondtad, ott hogy talált erre az illusztrátorra? Mert ott a szöveghez képest ott viszont egészen brutálisak az illusztrációk. Ja, egész más világ. Ja, hát, a lányom barátnője. Ez egy, a Vince Luzza egy 19 éves vadzseni, és a korosztályának és az ő agyuk kódolásának minden előnyével. Valószínűleg úgy olvasta a Diótörőt, a regényt el sem olvasta. A Szereteti Hoffmann regényt, ezt olvasta, ezt a verses változatot, amit én írtam. Szerintem úgy olvasta, mint ahogy a South Parkot nézik ezek a gyerekek. És rajzolt valami egész elképesztőt. Amikor az elsőt megláttam, nem tudtam neki ellenállni. Tényleg egészen, tényleg, tehát ezek nem illusztrációk, mert az illusztráció az kiszolgál, az alárendelt, hanem ez egy külön világ, és amikor ez a két világ így valahogy szóba áll egymással, akkor nagyon nagy szikrázás és nagyon nagy feszültség van, és így módosítják egymást beszéd közben. Nekem ez, számomra ez nagyon kockázatos dolog, de számomra ez volt a legizgalmasabb. Izgalmasabb volt ezt így összenézni, mint megírni, és egész másképp olvastam azután, amit én írtam, miután mellette voltak a képek. Ez a lényeg. Egy utolsó kérdést tennék fel, és ezt Szíj Ferencnek célzom. Amikor a 2001-ben megjelent a Szuromberek, akkor utána ilyen hatalmas visszhangja volt a könyvnek, és nagyon sok kritika is született róla, meg nagyon sokan aztán valahogy egy ilyen új, vagy ilyen korszakhatárnak tartották ezt a meseregényt. Hogyan élted meg ezt, vagy mit gondolsz, hogy mi lehetett ennek az oka, mihez képest volt más, mint a korábbi regények, vagy volt ehhez, van-e hozzáfűzni valód? Hát nem tudom, igazából így nem is érzékeltem, hogy korszakhatár, vagy ilyesmi lett volna. Nem tudom, hát valószínűleg éppen az, amiről itt most beszélünk, hogy nem egy ilyen szokványos, hagyományos gyerekirodalom-szerű mese könyv, hanem hogy egy kicsit így így billegett, és mivel az enyém jelent meg itten a jelenlevők közül először, nyilván azért lehet ezt úgy pontosítani. Tehát én úgy gondoltam ezt a korszakhatárságot, vagy nem tudom, tehát ezt a választóvonalat, hogy valahogy az a generáció, a te generációd felnőtt alkotói közül, ezt követően kezdtek el többen gyerekregényeket írni, a Darvasi Lászlónak is, a Trapitie, vagy a Kukorellinek is, a Samonadrágja, ezután jelent meg, meg még másokat is említhetnénk, mintha, tehát hogy nem gondolom, hogy ilyen nagyon direkt módon, de valahogy mégiscsak befolyásolta ezt a meseíró kedvet ez a könyv. Hát nem tudom, mert ugye szoktak arról beszélni, hogy a történet visszatérése, és akkor lehetne ezt említeni talán ez ügyben is.
ezt így magamra nézve nem érzem ugyanakkor érvényesnek, de lehet, hogy, hogy rám ugyan nem érvényes, de mégis ehhez a könyvhöz kötik így valami időbeli egybeesés miatt. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy itt most megszakítom ezt a beszélgetést, és mindenkinek nagyon szépen köszönöm, hogy végighallgatta. Köszönjük a figyelmet! Köszönjük szépen a beszélgetést. Az internetes nézőinknek is mondom, és természetesen a jelenlevőknek is, hogy az utolsó beszélgetés van már csak hátra, a mai napból és a fesztiválból, a Mese, mint segítség. Ez kezdődik majd 7 órakor, addig is zene.